Én foglalkozom az éjszemet, vigyáztam, és ezután meg még jobban vigyáztam. De nincs már mire. 88 éves vagyok. Néhiben ület megelőzni, hogyha az emberek elmennek szűrésekre, védekeznek, nem mennek bele minden egy éjszakás kalandba. Szükség lenne szűrésre, védekezésre, egyáltalán több figyelemre. Óvszer használata fontos lenne. Hasznosak a például a drogosok körében a tűcsere programok, amit most Magyarországon, ha jól értettem, elveszik a támogatását. Senkitől nem hallottam, hogy lenne ilyen program az iskolákban, hogy erről beszélnének. Tehát tényleg onnan lehet megtudni, hogyha láttál esetleg egy filmet, vagy hogyha utána nézted. Mindenféleképpen érdemes elmenni szűrésre, mert akkor megtudhatja, hogy milyen állapotban van. Fel kellene találni most már végre az ellenszerét. Nem tudom, mennyi pénz megy ebbe világszerte kutatásokra, de lehet, hogy még többet bele kéne rakni. A mai modern hívgyógyszereknek köszönhetően egy hív elélő is ugyanazt az életkort megélheti, mint bárki más a társadalomban, és szexuális úton sem fertőz egy jól kezelt hívfertőzött, és akár egészséges újszülöttek is szülhetnek. Ehhez viszont nagyon fontos, hogy megtudjuk a státuszunkat. Ma Magyarországon nagyon kevesen járunk hívszűrésre. Ez annak köszönhető, hogy tele vagyunk előítéletekkel, tele vagyunk félelmekkel. Egészen biztos, hogy egy diszkrimináció, mert az a félelem van az emberekben, hogy a HIV az nem csak szexuális vagy úton meg egyáltalán vérrel terjed, hanem más módon is. Úgy nem ragályos a dolog, tehát hogyha az ember csak úgy beszélget vele. Nagyon bízom benne, hogy egy orvos ugyanúgy kezel egy éces beteget, mint egy nem éces beteget, mert nyilván mindenkinek szüksége van arra, hogy emberként hozzán. Fel sem merül bennem az a kérdés, hogy megkülönböztetik. Nem tudom, amúgy biztos van, aki ezt megkülönbözteti. Az a gond, hogy ezt így, ahogy így itthon élek, meg Magyarország, meg egyebek, tehát biztos vagyok benne, hogy van olyan orvos, aki nem látja. Csak én túl naiv vagyok ahhoz, hogy ne ebbe higgyek.